Abból 2013 őszén nyitotta meg először a kapuit. Tulajdonképpen egy blog, az Ágyasztal TV nevű blognak a olvasótábora miatt nyitotta meg, ezt a blogot vezetem én, és nagyon sokan kezdték követni ezt a blogot, és úgy éreztem, hogy szükség lenne egy olyan valós életbeli helyszínre, ahol ezek az emberek tudnak találkozni, és ehhez kerestem először helyszínt, és így találkoztunk a szimplabeli igényekkel, és igaz, hogy nem itt, hanem egy pár utcával, arrébb a Sipp utcában tudtunk megnyitni, de most tavasztól már itt vagyunk a Szimpla kertben. Tehát a bolt választékának egyik része azok a kedves régi holmik, ilyen régiségek, lámpák, játékok, amik az itt ide betérőkben, akik itt élnek, azokban ilyen kis nosztalgikus emlékeket ébreszt. A külföldiek számára pedig inkább egy ilyen azzal a kornak a tárgykultúrájával találkoztak, amiben nem éltek ugyan, de nagyon izgalmasnak találják. A tárgyak második csoportjában azok a tárgyak tartoznak, amelyek hazai magyar dizájnerek és tervezők munkái. Több mint 50 dizájner munkáit találjuk meg a boltban, a régiségek mellett. És a harmadik csoportban azok a tárgyak tartoznak, amelyeket mi készítünk. Ezek újra gondolt, újra hasznosított tárgyak, táskák, lámpák és különböző lakberendezési kiegészítők. A jövőre nézve is szeretnénk minél több kis létszámú, de annál érdekesebb workshopot is tartani itt a Szimpla kertben, és szeretnénk minél több hazai alkotót viszont látni, illetve a termékeit itt a boltban.